Egy feltételem van, semmit nem mondunk magunkról. 2009-ben Ursula Antoniak elkészítette a Semmit magamról című filmjét, amelynek a főszereplője egy fiatal nő, aki vállása után elindul Hollandiából Írországba egy hátításkával, hogy megtalálja önmagát, megtalálja új életét, Megtaláljon valamit, amit már régóta keres. És a keresés egy ír kis falucskában ér véget. Pontosabban mondhatjuk úgy is, hogy a világ végén. Hiszen egy kis félszigeten egyetlen egy kis házacska áll, amelyet megtalál főhősünk, akinek nem is tudjuk végig a nevét. Mert talán nem is érdekes. Mert talán sokkal érdekesebb az, amit ő keres, ami őt hajtja. És ahogy megtalálja ezt a kis házacskát, ennek a tulajdonosa egy legalább olyan magányos, idős férfi, mint ő. És a film főszereplője ez a két ember. Róluk szól a film az ő kapcsolatukról. Hiszen a nő mindennélkül indul el, ettől a férfitől munkát kap, a kertben kell végeznie a különböző kerti munkákat, cserébe ételt kap, majd később szállást is, majd később egy emberi kapcsolatot. De ez egy folyamat, eddig el kell jutni, hiszen ez a két ember valahogy el van zárva mindentől és mindenkitől. És nem is csak kívül, hanem főleg belül. És ahogy ők egymásra találnak, nagyon különleges lesz a film, hiszen a két főszereplő, ugye a hölgy, aki te, ugye nincsen neve, hanem a férfi úgy hívja, hogy te, ezt ő akarta, Lotta Ferbek és a férfi Stefan Ria, ők ketten megjelenítik azt az elképesztő magányt, és azt az elképesztő sóvárgást, belső sóvárgást, az igazi szeretet, vagy az igazi emberi kapcsolódás irányában, ugye ettől nagyon különleges lesz a film. Ugye ez, nem, ez egy rétegfilm, nem mindenkinek való. Aki a gyors filmeket szereti, aki a felületes filmeket szereti, az utálni fogja. Aki a mély filmeket szereti, aki szereti, hogyha a film nem csak külső történések sorozata, hanem a belső világ megjelenése az azt szeretni fogja. És ez a belső világ ez egyre jobban kibontakozik a kettejük kapcsolatában, és egyre inkább láthatjuk azt, hogy hogy miért keresik azt a kapcsolatot, amit egymás személyébe találnak, meg egy kis ideig, hiszen a férfiről kiderül halálos beteg, és ugye miután meghal, a nőre hagyja birtokát, házát, ezt a csodálatos helyet, amelyet a nő kezdettől fogva magának ér. Ez mondta is a férfinek, hogy, hogy én olyan akarok lenni, mint te, vagy magamat benned látom olyannak, mint amilyen te vagy, és ahogy te élsz, amilyen ez a környezet, a világtól elzárva, minden rossztól elzárva, ugye egy, egy vállás után, miután az életét hátrahagyta Hollandiába, úgy indult el, hogy teljesen mindent újra kezdjen ez a nő, és itt ezen a helyen megtalálta, és ahogy ahogy ő rá száll, ugye nem csak a ház, hanem az élete a férfinek, úgy tér vissza a világba, úgy tér vissza a kapcsolódásba, paradox módon elveszítve azt, aki által visszajött, mégis újra a társadalom részeként, és egy, egy kapcsolódásra képes állapotban uh, tér vissza. Egy, egy nagyon érdekes transformáció, amely mindkettőjük életét megváltoztatta. Talán a férfinek, Martinnak uh, egy megnyugvást jelentett, megnyugvással hagyta el a testét, még a hölgy rajta keresztül visszakapcsolódott az emberi létbe, az emberi formába. És igen, filozófikus a film. Még úgy is nézhetjük, hogy a férfi valójában nem is létezett, hanem a nő belső világában jelent meg. De nem muszáj ennyire paradox módon nézni, hiszen így is sokat ad a film. A kettejük játéka nagyon-nagyon izgalmas és érdekes. Pár jelenetet leszámítva, ami szerintem nem illet bele, nem volt jó, amikor Martin rálő a nőre, pontosabban ráfogja a puskát, aztán mellélő. Szerintem az nem kellett a filmbe, um, vagy az elején, az első találkozásukkor, amikor felrúgja a padot, de talán mégis megjelenítette azt a belső um, keserűséget, vagy, vagy azt a belső elidegenedést, ami utána változik, és utána mégis közel tudnak kerülni egymáshoz. Mégis megszegik azt, hogy semmi személyeset nem adnak egymásnak magukból. És ezzel szerencsére megszegve ezt az ígéretet nekünk is adnak magukból. Így megadva az esélyt, hogy mi meglátunk valami olyat a világban, másokban, önmagukban. ami fontos, de lehet, hogy nem volt ennyire szembetűnő, mint ahogy a film ezt nekünk közölte. Ha tetszett a filmelemzés, akkor kérlek iratkozz fel a csatornára, lájkold a videót, ajánl tovább ismerőseidnek, hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!